turisztikai ágazat mellett a rendezvényszervező cégeket küldte legelőször padlóra a koronavírus járvány. Megvizsgáltuk, mekkora cégpopulációt érint ez. Jelenleg társas vállalkozásként 2335 olyan cég működik Magyarországon, melynek fő tevékenysége rendezvényszervezés. Ehhez még hozzá kell adnunk több mint 1200 egyéni vállalkozást, így összességében elmondhatjuk, hogy több mint 3600 vállalkozás foglalkozik ilyen tevékenységgel hazánkban. A társas vállalkozások árbevételének vizsgálata azt mutatta, hogy 2018-ban ezek a ilyen profilú vállalkozások több mint 117 milliárd forint árbevételt értek el. Elmondhatjuk tehát, hogy nem egy kicsi piacról beszélünk. A társas vállalkozások száma az elmúlt 3 évet vizsgálva folyamatosan csökkent. Ez akkor egy piaci tisztulási folyamatnak volt az eredménye. Ezzel párhuzamosan 2018 óta az ilyen profilú cégeknek az alkalmazotti létszáma is több mint 1400 fővel zsugorodott. Ez azonban nem fedi le teljesen a piaci szereplők körét, hiszen ezen 3600 vállalkozás mellett még 70 ezer olyan cég működik az országban, amely felvette tevékenységei köré a rendezvényszervezést. Arról azonban nincsen pontos információnk, hogy ezek közül mennyi annak a cégeknek a száma, melyek ténylegesen aktívak ebben az ágazatban. A jövőt tekintve arra lehet számítani, hogy nagyon sok cég nem fogja megélni a 2021-es évet. Azt azonban még pozitívumként el kell tudni mondanunk a jövőről, hogy a koronavírus járvány levonulása után egy hatalmas keresletnövekedés várható ebben a szolgáltatási szektorban, azonban ezt értelemszerűen majd csak a túlélő cégek fogják tudni kihasználni.